Kimenekítették az izraeli hatóságok a gázai határ melletti települések életben maradt lakóit. Az izraeli hadsereg több tucat terroristát megölt a határmenti izraeli területeken, ahová még szombaton törtek be a Hamas fegyveresei, és ahol válogatás nélkül gyilkolni kezdték az ott lévőket. Sokakat pedig túszként elhurcoltak. A katonák több mint száz holtestet találtak a támadások helyszínén. Kedd délután a Hamas újabb rakétákat lőtt ki a dél-izraeli Askelon városára. Az izraeli légierő folytatta a bombá Gázában. A gázai határon izraeli harckocsik és csapatszállító járművek gyülekeznek, ám arról egyelőre nincs hír, hogy terveznek-e szárazföldi műveletet az övezetben. Az elmúlt éjjel Libanon és Szíria területéről is érte támadás Izrael területét. Eskelomban hajnalban felszólítottak mindenkit menjen óvó helyre, mert újabb Hamas terroristák jutottak be Izraelbe. Ez a helyzet tehát most, a témát pedig Titanilla folytatja vendégével. Így van, elemzünk még hozzá Horváth József, az Alapjókét Központ biztonságpolitikai szakértőjével. Jó reggelt! Kezdjét jó reggelt kívánok! És jó reggelt, kedves nézőknek is természetesen. És akkor kezdjük az aktualitásokkal. Itt az utolsó mondatra rákapcsolódik, hogy ezek szerint nem sikerült még az izraeli hadseregnek úgymond lokalizálni vagy körülhatárolni a Hamas csapatait, akik átjutottak Izrael területére Gázából. Mert hogy ugye talán ez az első lépés. Valóban így van, itt a hírekből úgy tűnik, hogy. Ő két esetőséggel kell számolnunk. Az egyik az az, hogy a támadás első napján olyanok is átjutottak, akik nem fették föl magukat. Tehát azok elrejtőztek, és most lépnek akcióba, tehát kvázi egy pár napig ilyen alvó sejtként működtek, akik most aktivizálták magukat. A másik lehetőség az az, hogy valamilyen oknál fogva még mindig át tudnak szivárogni a határon, ami számomra szakmailag nehezen értelmezhető, hiszen látjuk azt, hogy az izraeli hadsereg az első nap sokja után azért megkezdte, hogy elszeparálja a gázai jövezetet az izraeli lakónegyedektől. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy ez nehezen érthető lenne, ha így lenne. Ezek szerint azok a bizonyos, hát úgymond lyukak, ahol ugye áttörték a gázai határt, azokat még nem zárták le, mert hogy itt érkeztek olyan hírek, hogy felsorakozott az izraeli hadsereg a gázai határon. Igen, tehát elméletileg most már azt kell, hogy mondjuk, hogy hermetikusan le kellene, hogy zárva legyen a határ. Tehát az izraeli hadsereg demonstratív célból is nyilván nagyon nagy erőket vonultatott föl. A páncélosoktól kezdve, hogy itt hallottuk, a szárazföldi egységekig, a légierőtől kezdve, a felderítő műszerekig felvonultattak most már mindent. Tehát ezért is gondolom azt, hogy inkább olyanok aktivizálják magukat, akik vagy még a első napon jutottak át, vagy pedig olyan szimpatizánsok, akik egyébként izraeli területen éltek, hiszen tudjuk azt, hogy Izraelben is Számos palesztinél, tehát állampolgárként is, akik adott esetben most úgy gondolják, hogy aktivizálják magukat és csatlakoznak a Hamas. Egyébként a támadás első napján tett felhívásához, és ők is ő, fegyverrel akarják támadni Izrael lakosságát. Mert ugye egy ilyen felkelésre szólították fel konkrétan a palesztin embereket, ugye a Hamász, amikor megindultak ezek a csoportok, hogy mindenki fogjon fegyvert, kinek milyen van, és kezdje meg, kezdje meg a harcot. Így van, azt kell mondjam, hogy szerencsére, isteni szerencsére, a, a békés polgároknak a döntő-döntő része erre nem volt fogékony. Ez nagyon fontos abból a szempontból, hogy a jövőt illetően, ha túl lesz ezen a sokon Izrael, és megoldja ezt a biztonsági problémát, hogy milyen formában lehet majd együtt élni a palesztínoknak és az izraelieknek. Ugye itt szó van arról, hogy amit már mondtunk is, hogy felsorakozott az izraeli hadsereg a gázai határon, és a parancsa várnak, hogy benyomuljanak. Mi fog történni, ha oda bemegy az izraeli hadsereg? Ez egy nagyon nehéz kérdés, és most mindenki ezt találgatja. Én azt gondolom, hogy két dolgot kell látni. Az egyik az az, hogy ugye egy több mint két millió ember él ezen a jó budapesti területen, és meglehető nagyon, sűrű nagyon sűrű a lakossági népesség. Na most az izraeli hadseregnek, hogyha bemegy még a legjobban képzett elit alakulataival is egy városi harcba bocsátkozik, akkor nagyon sok áldozat lesz izraeli részről is. Ez a hát házról házra, amit Ukrajnában szobára, is lát. Szobára, az nagyon nehéz. Annál is inkább, hiszen tudjuk azt, hogy a Hamász, aki évtizedek óta uralja a gázai övezetet, gyakorlatilag alagútrendszereket épített ki, városban, lakásokban épített erőszerű, megerősített részeket, tehát a gyalogsággal és az elit alakulatokkal bemenni, azt gondolom, hogy kockázatos. Eddig azt látjuk, hogy az izraeli hadsereg egyrészt azokat a az épületeket támadja, amelyről a titkosszolgáltnak információi vannak, hogy Hamasnak fegyverlerakatai, vezetési pontjai hol vannak, és azokat az épületeket pusztítják el a levegőből. Ha megindul egy támadás, én azt feltételezem, hogy első lépcsőben mondjuk azokat az épületeket még ugye felszólították a békés lakosságot, hogy hagyják el gázát. Már most ezek után, hogy mondjuk egy emeletes tömbházból lövik őket, akkor valószínű, hogy azokat az épületeket le fogják bombázni. Tehát erre kell felkészülni, és emiatt a polgári áldozatok száma is magasabb lesz. Közben az ország északi részén is harcok kezdődtek. Ugye a libanoni határnál ez a pale bizonyos palesztin iszlám dzsihád fegyveresei hatoltak be Izrael területére. A zsidó állam természetesen válaszolt erre tüzérségi tűzzel. Elképzelhető, hogy meg kell majd osztani a Izraelnek az erőit, tehát hogy nem csak Gázából a Hamasz fog támadni, hanem mondjuk esetleg a Hezbollah is abszolút mértékben elképzelhető, hiszen a, eddig is a szakemberek úgy vélték, hogy a Hezbollah sokkal nagyobb fenyegetés jelent, hiszen Libanonnak az, az Izrael határos részét kvázi évek óta uralják, tudjuk azt, hogy sítaként az iráni államnak a támogatását, anyagi fegyverben, kiképzésben a támogatását hosszú időt élvezik, és a Hezbollahot már úgy tekintik, mint nem egy egyszerű terrorszervezetet, hanem kvázi, amelyik egy hadsereget tart fönt. Tehát itt e, azt gondolom, hogy ha a Hezbollah megindul, akkor Izraelnek két fontos és nagyon kemény háborúra kell fölkészülnie. Egy picit térjünk rá ennek a konfliktusnak a világpolitikai aspektusaira. Ugye az Amerikai Egyesült Államok támogatásáról biztosította Izraelt, ugye elindították a USS Ford anyahajót a térségbe, és ugye ez nem egyetlen hajót, hanem konkrétan egy flottát jelent, ugye ennek a különböző támogató járművei, amelyek kísérnek egy ilyen anyahajót, és hát azért a NATO-n belül ez okozott némi feszültséget Törökország volt az, aki felemelte a szavát, illetve itt az is felmerült, hogy egy amerikai szír konfliktus is kimontakozóban lehet, mert hogy adott esetben oda is átterjedhetnek a harcok. Valóban így van, itt most igazából mindenki találgat, az az egy biztos, hogy minden bizonytalan. Tehát én azt gondolom, hogy egyébként biztonságpolitikai szempontból az, hogy az Egyesült Államok gyorsan lépett, és ahogy ön is mondja, egy nagyon komoly csapásmérő erővel rendelkező anyahajót és a kísérőhajóit a térségbe vezényli, az a alapvetően és elsősorban Iránnak üzen. Hiszen látjuk azt, hogy Irán már gyakorlatilag a vallási vezeti azt, hogy kezet csókol mindenkinek, aki támadja Izraelt, az iráni parlamentbe felállva ünnepelték ezt a támadást, és tudjuk azt, hogy az izraeli hírszerzés évek óta azzal számol, hogy atomfegyvert akar összerakni Irán. Tehát, és egy iráni hadsereg, az iráni állam az egy regionális középhatalom. Tehát onnantól kezdve az egy nagyon komoly fenyegetés jelenthet Izrael állam léte szempontjából is, ha az irániak megtámadnák őket. Tehát én úgy gondolom, hogy az amerikai preventív célral indították el ezt a kisebb flottájukat, éppen azért, hogy egy ilyen támadásnak elejét vegyék. A törökök pedig azt kell mondjam, hogy hivatalból tiltakoznak, de egyébként, mint NATO tagok, nyilvánvaló, hogy egy fű alatti diplomáciai egyeztetések, ennek a flottának az odabenzénylés előtt megtörtént a török vezetéssel. Nagyon kevés időnk maradt, de... Talán érdemes arról is néhány szót ejteni, hogy itt az orosz-ukrán konfliktus és annak külföldi támogatása, az megérezheti ezt, hogy itt most Izraelben kitört ez a nagyon komoly, hát háborúnak is nevezhetjük. Ugye az elején még terrorcselekménynek minősítették, de ez gyakorlatilag egy ez háború. Álában. És ugye Amerika szeme most odafordult. Így van, és talán onnan érdemes kezdeni, hogy a, a repülőgép anya és a kísérőhajók odavezénylése, ez dollár tíz és százezre kók. Óránként, ennek az egységnek az odavezénylése, fenntartása, működtetés. Ez egy nagyon drága dolog. Másrészt én azt gondolom, hogy az önáltal említett Ukrajnából való lépésenként a támogatóknak a visszafarolása az már elkezdődött. Nem zárható az ki, hogy ez egy indok lesz arra, hogy ez a hátrébb lépés a szponzoráló országok részéről, ez nagyobb mértékű legyen és gyorsabb. Nagyon szépen köszönjük Horváth Józsefnek, hogy itt volt velünk. Köszönöm én is.